Vajda Attila 2004-ben Athénban harmadik volt, aztán 2008-ban Pekingben olimpiai bajnok lett, 2012-ben Londonban pedig a hatodik helyen zárta a kenusok 1000 méteres versenyszámát. A szegediek versenyzője Rióra is nagyon készült, azonban a válogatók nem úgy sikerültek, ahogyan azt szerette volna. A többszörös világ és Európa bajnok sportoló tegnap bejelentette, hogy a moszkvai EB után egyéniben bizony leteszi a lapátot. Több mint egy hete újra tervezés lépett érvénybe Vajda Attila életében. Múlt hét hétfőn szétlövést rendeztek C1 1000 méteren a két válogatóverseny győztese között az olimpiai részvételért. Peking olimpiai bajnoka végül kikapott Vasbányai Henriktől, így a KSI kiválósága képviselheti hazánkat ezen a távon a nyári ötkarikás játékokon Rióban. A szétlövés után néhány nappal látogattuk meg Vajda Attilát, hogy hol is tart a feldolgozásban. Szerintem feldolgoztam azt, hogy 12 év után találtam legyőzőt. Persze benne volt már a pakliban, mert a Henrik már évek óta ott bontogatta a szárnyait. Az időzítés talán nem a legszerencsésebb, de ettől függetlenül nagyon büszke vagyok, hogy eddig el tudtunk jutni, és hogy ilyen múltam van. Vajda Attila a második válogatón fantasztikus teljesítménnyel egyenlített Vasbányai Henrikkel szemben. A mindent eldöntő szétlövés előtt sok minden járt a fejében. Ezt nehéz igazából szavakkal körbeírni, vagy egyáltalán megfogalmazni, hogy mi jár az ember eszében ilyenkor. 20 évesen még nem gondoltam arra, hogy kikaphattuk, vagy egyáltalán bármi. Most se úgy álltam oda, hogy jaj, hát én most ki fogok kapni a Henriktől, de mondjuk ki őszintén azért valahol benne van a levegőben, hogy lehet, hogy jobb lesz, vagy hogy lehet, hogy jobban sikerült neki kipihenni magát. Táv elején még úgy, ahogy tudtam vele tartani a lépés, de szerintem egy indisponált napom volt, és a Henrik ezt kegyetlenül kihasználta, sokkal jobb volt nálam azon a napon, azon a délőttön. Én alul teljesítettem. Egy 12 éves ciklus zárult le ezzel Vajda Attila életében, de sportszerűen gratulált Vasbányai Henriknek, és mi valószínűleg elképzelni sem tudjuk, hogy mi járhatott a fejében mindeközben. Az, hogy mi volt a fejemben utána, igazából olyan üresnek éreztem magamat hirtelen, most is még üresség van bennem pont azért, mert egy olyan helyzetbe került, amivel az elmúlt 12 évben nem, és ugye a 13. évem gyakorlatilag júliusa az ilyen üres lesz, nem tudom még, hogy fog tenni, nem tudom, hogy mit fog csinálni, furcsa lesz újra tévéből nézni egy olimpiát, ilyen utoljára a 2000-es Sydney volt, és még nem tudom, hogy fog alakulni ez az egész történés. Attila szerint szükség van a Henrikhez hasonló versenyzőkre. Én azt kívánom a Henriknek, hogy mindenképpen legyen nagyon hosszú és sikeres pályafutása, legalább olyas, mint amit én elértem, mert kellenek az ilyen versenyzők. Sajnos a sorsfintora az, hogy az olimpiai számokban nem vagyunk eleresztve, hogy a kenutering, a Tokió olimpián már csak összesen két versenyszámunk lesz, a C1 1000 méter és a C2 1000 méter, tehát eléggé rövidítik ezt a lehetőséget, hogy minél több és jobb versenyzőnk legyen. Vajda Attila hisz abban, hogy riválisa sok sikert szerez még Magyarországnak, és saját bevallása szerint öröm az ürömben, hogy van kinek átadni a stafétát. Henrik személyében azt gondolom, hogy lehetünk rá büszkék, hogyha sikerül még egy picit mentálisan hozzátenni a felkészüléshez, vagy két dolgot a viselkedésén még tudnak majd moderálni, akkor azt gondolom, hogy tényleg egy klasszikus versenyző lehet, akinek jó érzéssel fogom átadni ezt a botot, és mondom neki, hogy akkor barát, innen te viszed tovább a váltót. Storz Botond, a felnőtt válogatott vezetőedzője múlt szerdán kijelölte. A június 24-e és 26-a között zajló moszkvai Európa-bajnokságra utazó 39 tagú magyar csapatot, amelyben, bár ugye kikapott Vasbányai Henriktől, ott lesz Vajda Attila is. Mivel riválisa Mike Roberttel C2 1000 méteren is érdekelt lesz, és az időrend miatt nem kivitelezhető a duplázás. Így az elmúlt 12 év sikerembere Vajda Attila rajtol majd. Edzőjével, Vécsi Viktorral mindent elkövetnek a jó eredményért. Szeretnék ezen az Európa-bajnokságon talán egy jó eredményt elérni, bár itt a válogatórendszerünk miatt elég szűk az időkeret, és nem tudjuk még a Viktorral azt, hogy fogjuk tudni magunkat tényleg olyan állapotba hozni, hogy érdemben valami jó eredményt el tudjunk érni. De megpróbálunk mindent megtenni, hiszen úgy alakult, úgy hozta a sors, hogy ez lesz számomra az év főversenye. Szeretnék úgy elköszönni a C1 1000 métert a nemzetközi szinten, hogy talán még egy jó eredmény benne van. Aztán meglátjuk, hogy mit tudunk kihozni. Ami pedig a távolabbi jövőt illeti, még nincsenek pontos tervei Attilának, de azon lesz, hogy minél előbb megtalálja az útját.
szeretnék még a sportban maradni, tehát szeretnék még olyan távokon versenyezni, amiben van lehetőség arra, hogy valamilyen sikereket érjünk el. Tehát mindenképpen szeretnék még egy pár évig itt maradni. Az, hogy miben fogom megtalálni a helyemet, nyilván ez egy kicsit új szituáció. Még nem gondolkodtam el 100%-osan, de most az a legfontosabb feladatom, hogy kitaláljam az Európa-bajnokság után, hogy mi az, amiben talán még nyílik lehetőség a fejlődésre, a kihívásra, az újabb és újabb motivációkra.